Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amiben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Pakson nyert, így közelebb került az ezüstéremhez a kisvárdai futballcsapat. Elégedett a kékcápák szezonbeli teljesítményével a csapatkapitány Busz Iván. A júliusi belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságra készült Ürgyes Dorottya. 39 pontos győzelemmel biztosította a belsőségét a Sunshine Nyikse. Negyedórás testmozgásra ösztönöznek mindenkit május 25-én, a kihívás napján. Egy lépéssel közelebb került az ezüstérem megszerzéséhez a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 utolsó előtti fordulójában 1-0-ra győzött Pakson, és 2 pont előnnyel áll a tabellán a harmadik helyezett Puskás Akadémia előtt. Az már egy fordulóval korábban eldőlt, hogy a kisvárda érmes helyen végez a bajnokságban, az érem színe viszont csak az utolsó fordulóban derül majd ki. Erős Gábor együttese annak tudatában lépett pályára vasárnap Pakson, hogy a rivális Puskás Akadémia csak 1 pontot szerzett Debrecenben, így egy győzelemmel lépéselőnybe kerülhet a második helyért folytatott versenyfutásban. Fél óra játékot követően Kamai megszerezte a vezetést a vendégeknek, és mivel több gól már nem esett a mérkőzésen, nagyon értékes 3 ponttal gazdagodott a kisvárda. Nagyon intenzív és összességében nagyon boldog héten vagyunk túl. Amire készültünk a Paks ellen, ez várható volt, hogy ezt a fajta játékot fogják játszani, amit játszottak. Erre én úgy érzem, hogy megfelelően felkészültünk, és tényleg nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült a Paks otthonában megszerezni a győzelmet, ráadásul azért hazai pályán 0 gólon tudtuk őket tartani, ez egy plusz dicséret a csapatnak, és most pedig várjuk majd az utolsó mérkőzést, ahol hazai pályán természetesen szeretnénk a szurkolóinkkal egy nagyon-nagyon ünnepelni, és szeretnénk megszerezni a második helyezést. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Puskás Akadémia 1-1, Budapest Honvéd Mezőköves 0-0, Ferencváros MTK Budapest 0-3, Zalaegerszeg Gyirmót 0-1 és Újpest Molfehérvár FC 1-1. A tabella élén a Ferencváros áll 68 ponttal, megelőzve az 56 pontos Kisvárdát és az 54 pontos Puskás Akadémiát. Az utolsó helyezett Gyirmót már kiesett az NB1-ből. A Kisvárda a zárófordulóban a Zalaegerszeget fogadja. Megpróbáljuk fenntartani a motivációt, de nem hinném, hogy ezzel a mi csapatunknál probléma lenne, hiszen hogyha mondhatom így, vannak ilyen kis bohockodós játékok, akár egy-egy pizzára, egy kis fogadásba egymás köztiben, és akkor is életre halálra tudnak harcolni. Ezt most ez kicsit viccesen természetesen, de nem gondolom, hogy ezzel probléma lesz fenntartani a motivációt, hiszen tudják ők nagyon pontosan, hogy ez a második helyezés, ez mit jelent a klub és a városnak a történetében. Tehát igazából azt mondom, hogy csak ezt a motivációt így fenntartani, és tényleg megszerezni ezt a második helyezést. Ez egy pici nyomás, de én ezt a nyomást, ez egy nagyon-nagyon kellemes nyomásnak érzem, hiszen nem arról beszélünk, hogyha pontot nem szerzünk, vagy esetleg nem nyerünk hazai pályán, akkor jövőre a másodosztályban találjuk magunkat, hanem az, hogy egy történelmi siker csak még komolyabb magaslatokba tudunk tenni, hiszen óriási siker az, hogy a klub történetében először dobogós helyen végez a csapat, és nemzetközi kupába fog indulni, ezen pedig csak annyit tudunk még segíteni, hogy fényesítünk az érmen, tehát nem bronz, hanem egy ezüstérem lenne, tehát ez a motiváció, meg ez a teher, ez egy nagyon-nagyon kellemes teher. A Kisvárda Zalaegerszeg mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 33. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Újpest, Gyirmót Ferencváros, Molfehérvár FC Paks, Puskás Akadémia Budapest Honvéd és MTK Budapest Debrecen. Abszolút elégedett a kékcápák szezonbeli szereplésével Busz Iván. A csapatkapitány szerint a biztos bennmaradás és a magyar kupa döntő szereplés sikernek számít egy újonc csapat esetében. Az első 0-6-os kezdés után egyébként szép 5 győzelmes szériával visszajöttünk úgymond a bajnokságba, akkor nagyon sokan inkább rajtunk kívülállók,
de merészebb álmokat is elkezdtek dédegetni, hogy itt 8 közékerülés lesz, és középház, és társai. Mi próbáltunk a földön maradni, és végül felemás érzés azzal kapcsolatban, hogy tényleg két elég szoros meccset veszítettünk el a végén, az Ete és az Oroszlán jelen még az alapszakasz végén, ami, hogyha másképp alakul, akkor még most játszanánk a középszakaszba, esetleg a 8-ba kerülésért is harcba, de tényleg összességében nem lehet rosszá íze visszagondolni a szezonra, mert tényleg egyetlen kimondott cél volt az a bennmaradás, ami sikerült, az, hogy emellé még egy kupa részvétel is társult, az úgy gondolom, hogy abszolút nagy siker. Viszont voltak bravúrok, mondjuk a Szolnok idegenbeli legyőzése, az Alba ellen itthoni magabiztos siker, és nagyon-nagyon nem verték egyszer sem a csapatot, talán 3-4 olyan meccs volt, ahol 10 kívül volt a különbség. Tehát egy pici szerencsével, vagy nem tudom mivel, akár még tényleg előrébb is végezhettetek volna. Szerencse, illetve azt mondom, hogy rutin is, mert nem csak a magyarjaink voltak azért viszonylag fiatalabbak, én is magam 28 életévével, hiába gondolhatnák azt, hogy rutinos vagyok, azért nem sok átcsoportos aktív évem volt a hátam mögött. Mindenféleképpen nekünk is fel kell tenni a ritmust, illetve a légiósaink kifejezetten fiatalok voltak. Volt, aki még ugye nem is töltött profi szezont Európában. Úgyhogy ez mindenféleképpen rányomta a bélyegét egy-két végjátékunkra, én azt mondom, hogy ott buta döntéseket hoztunk ki a szituációkba. De igen, tehát mi is beszéltük, hogy amikor teljes kerettel voltunk, amikor sérültek nélkül, akkor tulajdonképpen csak egy meccs volt, ami nagyon félrement, hogy így fogalmazzak, de a Celni itthoni, sajnos. De azon kívül tényleg mindenkivel partiba voltunk, és nem úgy partiba, hogy a végén jöttünk vissza, hanem reális győzelmi esélyünk volt. Most mondok egyet, Körmenden például idegenben, ahol azért nem sok csapatnak van esélye. Úgyhogy persze alakulhatott volna máshogy is, de ez mindenféleképpen egyébként ez is egy ilyen jó jel visszagondolva a szezonunkra, hogy egy jó csapatunk volt tele nagy tehetséggel. Csapatkapitányként az öltözőben is hárult át feladat. Ugye a tavalyi évhez képest minden magyar játékos, mint az várható volt, kevesebbet játszott. Kellett ezt kezelni, vagy el tudtátok fogadni egyből? Hál' Istennek sok gond nem volt ezzel, mert ezek nem ilyen maszlagok, de tényleg nagyon jó srácokból állt a csapat. A magyar magunk azért emiatt is, részben emiatt is gondolom, hogy feljutottunk tavaly, mert mentálisan is nagyon erősek voltunk, és jó karakterekből állt ez a csapat, úgyhogy mindenki tudta, hogy miről fog szólni. Tehát, hogy aki igazából lényegében kiharcolta a feljutást, és kulcsember volt ennek a csapatnak, annak jelentősen kevesebb szerepe lesz az idei szezonban. Nem volt ezzel baj, kellett azért tényleg idő, még egyszer mondom, hogy felvegyük a ritmust, mert ég és föld a piros csoport, illetve az NB1-je, de én úgy gondolom, hogy sikerült a végére, voltak kifejezetten jó teljesítmények a magyaroktól is, a fiatalokat meg sem ittem, mert ők egész évben jó szintet hoztak, de Brunónak úgy gondolom, hogy például a végén Zalaegerszegén egy kulcsfontosságú győzelemnek az egyik, hanem a legfontosabb figurája volt idegenben, úgyhogy voltak jó teljesítmények. Öltözőbe légiósokkal néha úgy össze kellett egyeztetni a magyar magot, de ezzel sem voltam, mert ők is jó srácok voltak, de próbáltam mindent megtenni a pályán kívül is, és úgy gondolom, hogy jól sikerült. Több mint 10 éve már, hogy beleszagolhattál először az átcsoport légkörébe, játszottál Paksón, Szombathelyen, Sopronban, itt volt ez az 5 év szünet. Mennyit változott ez alatt, a 10 év alatt a kosárlabda a legmagasabb osztályban Magyarországon? Rengeteget, de ezt is nem is tudom már kivel beszéltem erről, hogy nem tűnik 6 évnek, de már 6 éve volt, amikor visszaigazoltam, és ott még Ernő kezei alatt volt egy szerencsém egy fél éven keresztül kezdőként játszani NB1-be, és tényleg ég is föld volt a két külön sportág lenne, sokkal fizikálisabb lett. Fejlődött is az NB1-nek a színvonala, sokkal jobb légiósok is vannak már, de az egész kosárlabda is elment egy olyan irányba, hogy gyorsabb a játék. Már azért nézzük meg, hogy hány helyen volt idén ma olyan ötös posztos klasszikus center, aki mondjuk nem nagyon mozdul ki a festékből, hát szerintem egy vagy két helyen. Abszolút abban az irány megy el a kosárlabda, hogy gyors játék, mindenki tud dobni kintről, és nagyon fizikális. Visszagondolva, hogy idén hány csapat csinál mondjuk egész pályás letámadást, meg hogy annak idején mennyit csinált, hát az is egy óriási különbség. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon más. De ez is egy élvezhető, jó kis liga. Meg lehet tippelni, hogy ki nyeri a bajnokságot, hiszen gyakorlatilag egész szezonban bármikor bárki legyőzhetett bárkit. Így van.
kivéve a Falkót. Én úgy gondolom, hogy tényleg azt beszéltük, hogy a második helytől lefele, egész az utolsóig bárki okozhatott bárhol meglepetést. A Falkó az, aki viszont rettenetesen stabil volt, meg azt mondom, hogy ki is lóg egy kicsit ebből a ligából felfelé, és nagyon szép eredményeket ért a Bajnokok Ligájában is. Viszont most nekik is vannak sérülések, amikkel küzdködnek. Én úgy gondolom, hogy alapjáraton pláne így pályaelőnyből nem hiszem, hogy le tudná valaki győzni a Falkót három meccsen egy szériába, de hát ezt a sérülések átírhatják, hogyha kulcsjátékosok esetleg kiesnek, akkor bármi megtörténhet, de én úgy gondolom, hogy ez a bajnoki cím is még Szombathelyre kerül. Egyéniben nyírbátori színekben versenyez, a csapatbajnokságban pedig az extraligás Kecskemétet erősíti Tölgyes Dorottya, a 18 éves asztali teniszező a júliusi belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságra készül. Amikor itt vagyunk, mindig itt vagy a edzőteremben, már megszokható, és egy picit fáradtabbnak tűnsz a megszokottnál, talán nem meglepő, hiszen érettségi időszakban hogyan éled meg ezeket a heteket, napokat? Nekem hál' Istennek csak előrehozott érettségim van angolból, szóval valamennyivel még könnyebb, mint a többieknek. De ugye a sok utazás mellett, meg most pont az előző héten nagyon sokat kellett utazni versenyre, meg extraligás fordulónk is volt, szóval ez kicsit úgy lefárasztott. Hát most így nehezebb ugye azért edzeni, most nem is nagyon edzek, hanem inkább ugye a sulira próbálok koncentrálni, de hát megpróbálom ugye így a legjobbat is kihozni ebből a helyzetből. Hogy mentek a versenyek, és milyen a mutatód az extraligában? Az extraliga az nekem nagyon jól sikerült, ott Pergel Szandra ellen 2-1-en volt, ott majdnem sikerült megvernem, de sajnos kikaptam 3-2-re, meg a többi meccsem is elég szoros volt, a párosokat mindet meg tudtuk nyerni. Utána ugye egyből pihenés nélkül utaztunk Linzbe, ott volt egy nemzetközi, ott sajnos elég rossz csoportom volt, mert a későbbi győztes volt a csoportomban, meg egy indiai, aki szintén 8 között volt, szóval én úgy nem voltam valami szerencsés, de amúgy a játék ahhoz képest még viszonylag jól ment. Hogy érzed, folyamatosan fejlődsz azzal, hogy extraliga meccseket játszol? Az a baj, hogy ugye fordulónk vannak, ugye nem minden hétvégén vannak meccsek, hanem ugye össze van sűrítve, nem is tudom, vagy 4 forduló. Szóval így ugye kicsit másabb, mert nem az van, hogy minden hétvégén ugye játszok meccset, de amúgy jót tesz nekem az ugye, hogy felnőttekkel tudok játszani, meg ugye azért mégiscsak Magyarország legjobbja is itthon játszanak most, szóval azért fejlődés lehetőség van bőven. Az elmúlt másfél évben vagy egy évben rendre küzdöttél valamilyen sérülésen, most milyen állapotban vagy? Fogjuk rá viszonylag jobb azért, mert mostanában ugye nem is edzettem annyit, szóval nem is tudott úgy kijönni a sérülésem, de remélem, hogy ez így is marad, mondjuk egy nagyobb terhelés után is. Hát igazából remélem, hogy tényleg vissza tudok jönni, már nem is az, hogy 100%-os formával, de úgy, hogy azért már tudjak fájdalommentesen edzeni. Aztán, hogy ez sikerül, nem tudom, hogy fog alakulni itt a dolog, meg hogy a kezeléseimet hogy fogom tudni megoldani, de remélem, hogy most már azért helyre jön. Hogyan néz ki a nyári őszi versenynaptárad? Annyira még nem nagyon tudtam előre gondolkodni, mert tényleg nagyon az érettséginél voltam ugye leragadva, de talán most lesz még hétvégén érettségi után egy verseny, utána meg igazából még nem nagyon terveztünk, hogy mi lesz, meg talán extraligás fordulónk lesz ugye a Final Four, hogy ott sikeresen bejutottunk, aztán még igazából az van, így az EB előtt. Hol lesz az EB, és ha minden igaz, akkor utazol, milyen célokkal? Remélem, hogy utazni fogok, meg az állapotom is megengedi. Belgrádban lesz valószínűleg az Európa-bajnokság, és ott igazából nem is az egyénire szeretnék jobban koncentrálni, hanem a párosokra, mert most nagyon jó párjaim vannak. Például Husvár Erike vegyes párosba szerintem, ha úgy játszunk, mint a múltkor a magyar bajnokságon, egy 4 között is tudnánk esetleg lenni. A St. Georgen-nal, a román párommal, vele szintén ugyanúgy, ha úgy játszunk, mint a múltkori versenyeken, akkor vele is egy érmet esetleg össze tudnánk hozni. Amikor ősszel itt voltunk a Győr Fitibor edzés központban, még nem láttunk, most viszont itt vagy az egyik asztalnál. Hogy került ide a nyírbátorgáséhoz? Ma gyerekkorom óta átjárok nyírbátorba edzeni, úgyhogy nekem nem egy újdonság ez a nyírbátori asztali teniszklub. Azonban egy ilyen 2 éve ide kerültem, és itt laktam, és itt játszottam a nyírbátori asztali teniszklubnak, mint játékos. Azonban ugye egyetem miatt én elkerültem Budapestre, és újból egy ilyen fél évvel kerültem ugye újra ide-vissza, mint edző. Kikkel foglalkozol, mi a feladatod? A kisgyerekekkel, illetve a nagy gyerekekkel is ugyanúgy foglalkozom, mint a Tölgyes Dorottyával, mint a kisebbekkel egyaránt. Mennyire lelkesek, mennyire tehetségesek a gyerekek?
A kicsik azok nagyon tehetségesnek indulnak, főleg a 8 évesek, meg az új 5-6 éves kicsik. De ugye az idősebbek között is vannak tehetséges játékosaink, hál' Istennek, és hál' Istennek megvan az ambíció bennük az asztalytenisz iránt. Az edzősködés mellett játszol is, hol? Igen, a Szekszárd Asztalytenisz Klub csapatának játszom Esztraliát. Ezen felül egyénileg nem indulok jelenleg versenyeken egy sérülés miatt, úgyhogy csak az Extraliga van. Csekő Sándor elmondta, hogy nagyon mozgalmas lesz a nyár, ahogy már megszokhattuk, sok edzőtábor, sportág népszerűsítő programok. Itt leszel? Igen, mindenképp itt leszek. Terveink szerint egész nyáron itt leszek. Nagyon maximum 1-2 hét lesz az, amikor én nem tudok sajnos itt lenni, de azon felül persze itt leszek természetesen. És én fogok elvileg segíteni Sanyi bácsinak megszervezni az edzőtáborokat, úgyhogy itt leszek mindenképp. Ki nem hagynám. Kiütéses győzelemmel biztosította a belsőségét az NB2 keleti csoportjában a Szentsenyikse. A nyíregyházi kosarasok a rájátszás harmadik fordulójában 77-38-ra verték a Békés Csabát. A folyamatos, kitartó, rendszeres munkának köszönhető ez. A fiúkban már régóta súlykoljuk, hogy hát és ez nem újdonság, hogy minden munkának meg lesz az eredményért, eredmény csak úgy lehet elérni, ha munka van mögötte. Egy megfelelő rendezett rendszerben, szeret védekezésben, támadásban felépített munkát végeztünk, már nem is olyan közeli jövőben, tehát szinte egész évben ezzel tudtunk foglalkozni, és most látjuk az eredményét, hogy a hasonló képességű csapatok ellen aránylag nagyobb különbséggel, a vártnál nagyobb különbséggel sikerült nyerni. Munka, munka, munka. Azt jelenti ez a fölény, hogy szerkezetileg a játékosok korösszetételét tekintve az edzettségi állapotot most lehet azt mondani, hogy minden a helyén van? Természetesen vannak mindig zökkenők, és egy amatőr bajnokságban, egy amatőr csapatnál, ahol tanulás, munkahely, család és a többi azért bizonyos fajta akadályokat képez, váratlan akadályokat is. Esetlegesen én úgy gondolom, hogy szerkezete, a csapat szerkezetében, korosztályában egy nagyon optimális csapat alakult most ki, és ez látszik az ilyen csapatösszetartásokon, az öltöző hangulaton, és a mérkőzéseken is most már egyre jobban, hogy tényleg csapat vagyunk, és ez is egy alapja a győzelmeknek. Ezen a meccsen produkált a csapat egy 22-0-ás sorozatot, ez bármilyen szinten megsüvegelendő. Gondolom, hosszú pályafutásos ellen te sem sokszor találkoztál ilyennel. Igen, nem. Nagyon örülünk neki, hogy a védekezésünk egyre jobban összeállt, és ez a fajta védekezés, amit mi mostanában már hát egy 2 hónapja már nagyon aktívan tudunk mérkőzéseken is abszolválni, és egyre jobban bejönnek ezek a begyakorolt rendszerű védekezési játékok, védekezési szituációk. Erre nehezen reagáltak az ellenfelek, és ehhez a fizikum, a szerkezet, és azt gondolom az a fajta tudás, és az a fajta egymásra épültség, amit itt rotációnak hívnak a kosárlabdaberkekben, ez egészen jól működött, és ez a fajta jól működött védekezés hozta ezt az eredményt. Amíg hátra a rájátszásból 3 mérkőzés, amelyekre azt lehet mondani, hogy felkészülési meccsek a folytatásra, hová tudtok még fejlődni ezen a 3 meccsen, mi a cél ezen a 3 találkozón? Talán nagy képviség nélkül mondhatom, hogy itt a bajnokság végére eddig is azért mezőnybe vártuk magunkat, de az ellenfelek által is megsüvegelendő is köszönjük ezt a fajta elismerést, hogy talán mondhatom az ő szavukkal, hogy kiemelkedtünk most ebből az utóbbi időszakban a bajnokság élmezőnyéből is, és nem lesz elbizakodott a csapatunk, és erre is hívtuk fel a figyelmet, hogy csak úgy lehet a jövőnk, ha ezt a fajta eredményt szerényen fogadjuk. Készülünk, és talán már tovább is nézünk, mint a következő 3 mérkőzést, mert utána a keresztjáték, illetve hát reményénk szerint a döntő. Gondolom figyelitek a másik 3 csoport élmezőnyét, milyen ellenfelekre lehet számítani, hiszen 8 csapatból 2 kör után, pontosabban egy oda-vissza párharc és egy torna után egy kerül majd fel az NB1 bizonyos csoportjába. Általában mindig hangoztatják a csapatok, és mi is már több éve, hogy felkerülni mindig nehezebb, mint esetlegesen kiesni egy-egy bajnoki osztályból.
Most is több jelentkezőről tudunk, akik szeretnének feljutni. Budapestről is már tavaly is eltökélt szándéka volt a Budafok csapatának, hogy fel szeretnének kerülni. Az idén még rátettek egy lapáttal, és ami bizonyítja, hogy a Hepkupa döntőben is ott voltak, és nagyon szépen szerepeltek, illetve hát Pécsről is hallunk hangokat, Dunántúlról a Szombathelyi Egyetemről is hallunk ilyen hangokat, de talán magunkkal kell foglalkoznunk, és ami büszkévé tesz, hogy én úgy gondolom már mi is megütjük azt a szintet, amivel képesek lehetünk harcba lenni, és komoly eredmények elérésére is képes ez a csapat. Legalább negyed órás testmozgásra ösztönöz mindenkit a kihívás napját a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Munkahelyek, önkormányzatok, tanintézmények, képviselői sportolhatnak május 25-én szervezett keretek között egy országos verseny keretében. A kihívás fontos része az életünknek, bármilyen területéről legyen szó az életünknek, tanulás, művészetek, társadalmi helyzet, társadalmi státusz. És ilyen a sport is, a sport területén is megélhetjük ezt a fajta élményt, és a sport területén is nagyon gazdag tartalmat tudunk hozzátenni az életünkhöz, gazdagítani tudjuk az életünket az a kihívással, amit a sportolás jelent, akár naponta 15 percet, vagy hát ezen a napon, ezen a jeles napon 15 percet. Ennél persze sokkal több is lehet, és remélem, hogy minél többen elkezdenek sportolni, bármikor is el lehet kezdeni, bármilyen életkorba, bármilyen élethelyzetű ember elkezdheti a mozgást, jobban figyelni magára, az egészségére, és ezáltal a kihívás ügyét szolgálni, megfelelni a kihívásnak. Én remélem, hogy a régi fényében, vagy ahhoz közeli állapotban fogunk tündökölni ez a nap most 2022-ben, mint hogy a 90-es évek elején valóban így volt. Az elmúlt két évben voltak olyan időszakok, ahol a közösségi élményt minimális szinten sem élhették meg az emberek. Most az új életévet kihívás napján kiket próbálnak kapacitálni arra, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen? A pandémiás helyzet közben azért nagyon sok olyan élmény kimaradt az emberek életéből, akár sportélmény, akár közösségi élmény, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg kell, hogy legyen a mindennapokban. És a kihívás napját ezért is szeretnénk szorgalmazni, és ezért is gondoltuk azt, hogy minél több szervezethez, önkormányzathoz, civil szervezethez, munkahelyi közösséghez, civil közösséghez, vagy akár csak olyan közösségekhez, családokhoz, akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, eljuttatjuk ezt a hírt, és kérjük őket, hogy vegyenek részt ezen a kihívásnapi rendezvényen, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly és egy nagyon kellemes közösségi élmény nyújt azoknak, akik ebbe bekapcsolódnak, és ez a 15 perc mozgás egy-egy településen, egy-egy közösségben, én úgy gondolom, hogy sokat segít mind a mentális, mind az egészségügyi állapoton és a sporthoz való kötődésen is. Milyen formában is meddig lehet jelentkezni a rendezvényre? Jelentkezni nagyon egyszerűen lehet, a www.kihivasnapja.hu honlapon van a jelentkezésre lehetőség, május 20-áig kell ezt megtenni, és 25-én pedig mindenkit várunk a saját közösségében, hogy vegyen részt akkor a kihívás napján. A Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár Bereg egy egyesülete is részt vesz az idei kihívás napja rendezvény sorozaton. Mivel készülnek erre a napra? Két programmal készülünk, az egyik május 18-án szerdán a Bújtosi Parkban kondiparkot fogunk felfedezni látássérültekkel, és ott fogunk szabadtéren mozogni, illetve május 26-án a Közösségek Hete alkalmából, illetve a kihívás napján pedig a Múzeumfaluba, a Sóstói Múzeumfaluba várjuk a látássérülteket, illetve a látássérültek családtagjait, vagy mindazon embereket, akik szívesen mozognának látássérültekkel. Miért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak ehhez az újraéletrehívott kezdeményezéshez? Azért, mert a látássérülteknek is nagyon fontos, hogy mozogjanak, a prevenció, a szabadidősport, és mindenféleképpen úgy tegyék, ahogy ezt a szembetegségük megengedi. Ennyi fért a mai sportszeletben, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!